időközben, mikor megnyitotta a bíróság a bizonyítási eljárás és a fegyver szakértőt feltettük a szakvélemény kiegészítésére, és abban nincs egyértelmű szakértői állásfoglalás, hogy a vádlottal lefoglalt a kettő darab töltény az kézilő fegyverhez, vadászlő fegyverhez vagy sportlő fegyverhez tartozó. Ilyen esetben még akkor is, hogyha esetleg van elképzelés erről a bíróságnak, nem lehet dönteni. Nem volt kötelezettsége korábban ezt vizsgálni a bíróságnak, hogy a hadékig nyakor megérkező ilyen sorszakértői véleményt fogjuk ismertetni. Lekezdtem. A bizalmákkal a beszélgetőzőn az egyik is meg a bíróságnak is erre kérdezik. Thank you.